Az idei évben több mint 11 ezer gyereket viszünk el vándortáborozni. Ha jól számoltuk, akkor 421 táborban és 19 túraútvonalat építettünk ki. Vándortáborozni Magyarországon gyalogosan lehet, vízen, kenukkal és kerékpárral. Óriási szervezési munkát igényelt ennek az összehozás, és a kormány nagyon komolyan mögé állt. De nyilván a kormányzati támogatás az nem ért volna semmit, hogyha nem találunk olyan szervezeteket, akik ezt a munkát hajlandóak lettek volna elvégezni. És ezúttal is szeretnék köszönetet mondani a Magyar Kajakkenu Szövetségnek, a Magyar Kerékpáros és Turisztikai Szövetségnek, valamint az Országos Erdészeti Egyesületnek, és minden erdészetnek, mind a 7 erdészetnek, akik a vándortáborozás mögé álltak. 11 000 gyerek az nagyon nagy szám, de megéri ez a munka, különösen ebben a mai ilyen virtuális világban, amiben a gyermekeink élnek, hogy természetközeli élményeket, kalandokat szervezünk nekik, ahol közösségben egymással beszélgetve kénytelenek túrázni. Eközben megismerik hazájukat, és valószínűleg egy kicsit jobban meg is szeretik. Ezért állt a kormány mögé, a program mögé, elég jelentős összeggel, 700 millió forinttal támogatja évente a vándortáboroknak az indítását. Ez azt jelenti, hogy a gyerekek 25 ezer forint térítést fizetnek, ami a mai világban egy rendkívül jutányos táborozási ár. A tanárok emellett 100 ezer forint juttatásban részesülnek táboronként. Szerveztünk nekik akkreditált továbbképzést, amit már több mint 1500 tanár végzett el, és abban bízunk, hogy azok a tanárok, akik a vándortábor vezető képzést elvégezték, azok nem csak nyáron, hanem évközben is fognak túrázni, kirándulni a gyermekekkel. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez egy rendkívül fontos program. Talán, hogyha a kormánybiztosságom sok nagy nagyszerű programjából egyet ki kellene emelni, hogy mi a legfontosabb, akkor én azt hiszem, hogy azt mondanám, hogy a vándortáborozás újraindítása. Ennek a vándortábornak ma már elmondhatjuk, hogy óriási sikere van. Az első évben nagyon kemény küzdelmet folytattunk, hogy a kísérleti táborokba el tudjuk csábítani az iskolákat, a gyerekeket. Tavaly már nagyon lelkesen jelentkeztek, de azért kellett reklámozás a körben. Idén már nem volt se reklám, semmi, és mégis a gyalogos vándortáborok mindegyik az első napon betelt. A kerékpáros és vízi vándortábor útvonalakból is több rögtön az első nap betelt, és ez azért van, mert szájhagyomány útján terjedt a gyerekek iskolák között, hogy ez egy nagyszerű, fantasztikus dolog. És gyakorlatilag minden vándortábor szervező azt mondja, hogy azok az iskolák, akik a tavalyi évben vándortáboroztak, azok az idei évben is jelentkeztek, és rajtuk kívül még nagyon sok más. Az idei évben 4000-rel több gyerek jut el vándortáborba, mint a tavalyi esztendőben. Azt gondoltuk, hogy erre a bővítésre akár büszkék is lehetünk, de igazából rá kellett jönnünk, egy kicsit szégyelnünk kell magunkat, mert az igény még ennél sokkal gyorsabban nőtt, és nagyon sok gyerek sajnos nem jutott el vándortáborba, olyanok, akik szívesen jöttek volna. Egyszerűen nem tudtuk ennél gyorsabban fejleszteni a lehetőséget, de azt el kell mondjam, hogy egy-egy ilyen vándortábor útvonal kiépítésében azért nagyon-nagyon sok munka van, és nagyon figyelünk arra, hogy ezeket a vándortáborokat úgy szervezzük meg, hogy a gyerekeknek tényleg jó élmény legyen. Tehát annyit tudunk megszervezni, amennyit jó színvonalon tudunk megszervezni. Az idei évben egyébként további újdonságokat próbáltunk a vándortáborozásba összehozni. Az egyik ilyen, hogy novella és fénykép pályázatot, fotópályázatot hirdetünk, ahol olyan nagyszerű emberek válták a zsűri elnökségét, mint a tinik gimisek között méltán népszerű Leiner Laura, és hát a világhírű természetfotósunk Máté Bence lesz az, aki a fotópályázatot el fogja bírálni. Én bízom benne, hogy az idei évben is a gyerekek nagyszerűen érzik magukat. Nem tudom, hogy ez milyen feladatot jelent, mert ha még ennél is nagyobb mértékben fog a vándortáborozás iránt igény növekedni, akkor nem tudom, hogy ennek a feladatnak hogy fogunk tudni eleget tenni, de nagyon fogunk igyekezni.